Gratulálok ehhez a drámai pontszerzéshez, a te góloddal. Mesélj, mennyire kellett ez már nektek? Hát igen, nagyon-nagyon fontos volt már legalább egy pontot szerezni, és hogy azért ennek lehet örülni, de azért tanulnunk kell ebből a meccsből, mert azt gondolom, hogy azért most se volt olyan a teljesítmény, amire nagyon büszkék lehetünk, úgyhogy ennél több kell. Mesélj a gólodra, hogy emlékszel vissza, illetve hogyan emlékszel vissza az utána levő pillanatokra? Hasonló gól volt, mint az Újpest elleni, Sőni adott egy paszt, aztán előttem a hosszúba, csak ez azért szerencsésebb volt, mert szerintem nem is ment volna be, hogyha nem pattanna, úgyhogy ez egy szerencsés felünk volt. És utána azért volt katarzis? Hát igen, azért ilyenkor egy kis kő lejön az ember szívéről, mert nagyon kellett már legalább egy pont, úgyhogy nyilván ennek nagyon örültünk, de mondom, azért bennem van az, hogy nem volt olyan a teljesítmény, úgyhogy azért ennél több kell. Kicsit ki tudnád-e fejteni, hogy mire gondolsz abban, hogy nem volt olyan a teljesítmény, miben kéne még előre lépnetek ahhoz, hogy itt már győzelmek is jöjjenek? Elsősorban inkább ugye a magam teljesítményét mondom, meg ugye az egész csapatét is talán túl sok hibával játszottunk, amik ki nem kényszerítettek voltak. Talán ebből meccset sem úgy kezdtük, ahogy szerettünk volna, ott is 3-4-szer úgy adtuk a labdát, amit ezen a szinten nem lehet. Úgyhogy én ezekben látom a hibát, hogy kicsit olyan technikai hibák, amik nem férnek bele. Olyasmit éreztetek el, hogy egy kicsit az edzőtökért is küzdötök, hiszen azért mondjuk akár 4 vereség után nyilván először mindenkiben az merül fel, hogy az edző a legkönnyebben elmozdítható. Igen, mondhatjuk, ez is bennünk volt, de ilyenkor nem nagyon kell plusz motiváció az embernek, életéért küzd mindenki, tudja, hogy azért a videótanért játszunk, nem ezt szokták meg a szurkolók, az emberek, mi se ezért játszunk itt, hogy 0 pontosok legyünk 4 forduló után, úgyhogy ilyenkor azért a becsületéért is küzd az ember. Tehát mennyit segítettek a szurkolók, akik a meccs után is azért mint egy győzelmet úgy megünnepelték ezt az első pontszerzést? Igen, nagyon szimpatikus volt, ahogy most itt biztattak minket és pozitívak voltak, úgyhogy ez azt gondolom, hogy nagyon sok erőt adhat nekünk, hogy ilyen szurkolótábor van mögöttünk, aki most ilyen pozitív, és ilyen nehéz időszakban is velünk van, úgyhogy segítettek. Egy görcs is lekerülhetett ezzel a lábagból? Mondhatjuk, igen, hogy egy görcs is lekerült, de azt gondolom, hogy az első győzelemmel talán mint, hogy a görcs kijöhet. Jövő héten ugye Mezőkövesdén játszunk otthon. Az egy kötelező győzelem, ott tényleg az életünket kell játszani. Mekkora segítség mindenben Kalmár Zsolt, aki ugye ma volt először, amióta Fehérvár játékosa lett? Hát persze, azért ez egy olyan szintű játékos, aki itt azért az NBA-ben bárhol segítés lenne, úgyhogy bele nagyon jó játszani, egyből látni a játék intelligenciát, meg a lövőtechnikáját, hogy milyen magas szinten van. Úgyhogy tényleg próbál ő is segíteni mindenkinek, és azt gondolom, hogy nagyon nagy erőssége lehet a csapatnak.